Istenétes a Pétereket, istenétes a Pálokat. Bóna Péter, Bóna Pál képviselő uraknak nagy tisztelete, szeretettel. Ha nem Péter, nem Pál, akkor nem tisztelet és nem szeretet. Itt vagyunk újra Bóna Zoltán házánál, Szászhalombatta tökölés környékének országgyűlési képviselője lakik ebbe a milyen kolozsvári Szalonna utcába. És ez az ember az, aki a parlamentben igen csak keveset tesz a képviseltjeiért, akik erre megbízták. Úgyhogy itt az a, követi azt itt a képe. A tant, hogy ő inkább marad Orbán idomított majma, mint hogy azoknak az ügyét képviselje, akik őt oda küldték a parlamentbe. Gondolok itt arra, hogy Szászhalombatta ügyében a Quaestor ügyben nem tesz semmit, a Sevizás nagy közös ügyben nem tesz semmit, fel nem szólal, pedig kérhetném minden nap egy hozzászólásból, hogy követeljük a kilakoltatások azon illetve leállítását, mert ugye a bankok uzsoráznak, de erre a Bóna Zoltán nem képes. Bóna Zoltán azért is felszólhatna már parlamentben, hogy Hart Andrea végiglopta Szászhalombattát, és még mindig szabad lábon van, sehol semmit nem tettek érte, sem a tárgyalásokat tolják össze-vissza, sehol semmi nem történik, de Bóna Zoltán nem szólal sehol. Tehát ő csak hallgat, mint egy idomított majom, mert egy idomított majom az legalább makog. Bóna Zoltán még azt sem teszi. És a Sevizás ügybe igenis tennie kéne, hiába mondja Kövér László haverja a másik idomított majom, hogy ők mindent megtettek, elmentek a falig, de nagyon beütötték a fejüket, úgyhogy lehet, hogy ezért nem beszélnek semmit. Ez a rengeteg eljárás, ami van ellenünk, pont ezt is tartja, hogy jó úton járunk, nem jó úton járnánk, ezek a bankárok, a politikusok, mert indítottak volna ellen ennyi eljárás. Úgyhogy nincs más hasonlás, elterítjük, elterítjük, elterítjük. Tudjuk, hogy Manikát, Manikát, Ferdinándot és engem, Póka Latit kitiltottak most éppen a Bóna házától, és ennek ellenére úgy halljuk, hogy valakik vannak Bóna házánál. Vannak bizony, halihó! Sziasztok! Sziasztok! Mi történik ott? Kérlek szépen, Méla csend van, ez szerintem közpénzen nyaral, az az én halovány Sanda gyanúm, úgyhogy azért vegyék észre, hogy attól még, hogy kitiltottak titeket, azért itt is vagytok egyszerre. Így van. Így van, ez nagyon fontos, hogy látják, hogy az ellenállás nem lehet vérbe folytani, meg nem lehet elfolytani azzal, hogy megvesznek bírókat, megvesznek ügyészeket, megvesznek rendőröket, mert az ellenállás az folyik, hiszen vannak bátor emberek. És ez igen, és itt van egy gyönyörű tábla, hogy ez itt egy olyan ország, ahol szólás után nincs szabadság, valamint itt van Bóna képmása, az idomított majom. Wow, hát nyilván a bankárok idomított majma, ugye? Így van, meg a Führeré. Meg a Führer idomított majma, és milyen zokon veszik? Tehát, hogyha kiteszünk róluk egy képmást a saját kerítésükre, akkor hisztiznek. Bizony. Ugye nálunk meg a végrehajtásokat és kilakoltatásokat azonnal le kell állítani, tábla van. Én hiszem azt, hogyha ezrek, tízezrek csinálnák ezt, és mennének el rendszeresen a mocskok házaihoz, akkor ezek már régen le lennének állítva, és régen a kártérítésen kellene gondolkodni. Úgyhogy mindenkinek ezt javasoljuk, hogy ezt fotolják meg, és csinálják. Bizony, bizony. Már elmondtuk itt a Bóna kolozsvári szalonnás házánál, hogy mit kellene mondani a parlamentben, mit kellene tennie minden nap, akár minden órába is, de hát ez az idomított majom nem csinál semmit, nem szólal meg, pedig még a majom is makog, ez meg még azt sem teszi. Úgyhogy hajrá! Ez nagyon jó, akkor ő is éppen megint ugye kihozták, melyik azok a képviselők, akik rendesek, rengeteg sok pénzt keresnek, na, és mégsem csinálnak érte semmit, Bóna is ezen a listán van. Na. Bizony. Akkor nem hazudtam megint. Hát, nem is gondoltuk, természetesen, és ugye a nézőknek üzenjük, hogy valami meglepetés még mára lesz. A mozgalmi találkozó és a 19 órakor kezdődő előadásunk kívül mondhatjuk azt, hogy még egy meglepivel mára készülünk, ugye? Így van, de lehet, hogy kettővel is. De még lehet, hogy kettővel. Szuper, hát akkor
akkor azt mondjuk a nézőknek, hogy most elköszönünk, és akkor készüljenek rá, hogy hamarosan újból lesz majd jelentkezés. Sziasztok! Mindjárt jövünk! Sziasztok, hajrá! Szeretném helyre tenni a dolgokat. Csupa rosszat hallottam Puna képviselő úrról. Hát gyerekeket, nem most így hallok van. Rosszat, ne nem haragudj. Így van, ne tessék vele beszélni. Nem így van. Bóna elvtárs, jó elvtárs. Na, ez igen. Bóna elvtárs, jó elvtárs. Ez már tetszik. Bóna elvtárs azokat képviseli, mert a Veres barátom azt mondta, hogy azokat nem azokat képviselik, de Bóna elvtárs azokat képviseli, akik a parlamentbe küldték. Azok pedig nem a nép, nem a választói, hanem a párt küldte a parlamentbe. Tehát Bóna elvtárs egyetlenül. Bóna elvtárs tudja, hogy melyik gombot kell megnyomni. Nem hülye, megalkodott. Érthető. Tehát Bónertársat ne bántjuk, ne bántjuk, mert Bónertárs a mi gyerekünk. Mit csináltuk ilyenni a név? Köszönjük szépen, Bónertárs, csak így tessék tovább képviselni minket, ahogy a párt érdekei diktálják. Ez a Bóna elvtárs, ugye, mint tudjuk, a családját használja fel arra, hogy az ellenállókat kitiltsa a háza körül. Na de van egy rossz hírem, mindjárt leketyeg a két hónap, azt lehet előről kezdeni a Herceg urcát. Hajrá! Az ő két éve mikor telik le? Hát nem két év járna annak, sokkal több. Nem öt év, kötél.